Ebben az utcában történt a lövöldözés augusztus 20-án. A rendőrség szerint a testvérek egy elektromos roller miatt vesztek össze annyira, hogy egyikük kövekkel dobálózott, majd kétszer gumilövedékkel meg is lőtte a másikat. Az egyenruhások még aznap elfogták a férfit, aki kihallgatása során beismertetettét. A sértett hozzátartozóját először távozásra kérte, majd kizárta az ingatlan területéről, mivel az ittas állapotban volt. A 36 éves férfi kövekkel dobálta meg a házat, majd háton, illetve vállon lőtte a sértettet. A helyszínre kiérkező kollégáim az elkövetőt elfogták, előállították, majd súlyos testi sértés büntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A szomszédok félnek a testvérpártól, egyikük ennek ellenére bár név és arc nélkül, de nyilatkozott híradónknak. A férfi azt mondja, azóta kezdődtek a bajok, amióta a testvérek az utcába költöztek. Volt már verekedés itt miattuk, az udvarukban máskor is lőttek már, és folyamatosan fenyegetik az itt élőket. A környék lakói kamerákkal szerelték fel házaikat, és abban bíznak, ez megvédi őket az atrocitásoktól és az esetleges lopásoktól. Nagyon sok emberrel fenyegetőztek, tehát, hogy elvitelik őket, megneveztek bizonyos falut, hogy honnan hívnak embereket, azon kívül, tehát mindenkivel, akinek kamera van kint a házán, vagy bármi egyéb, azokkal kötözködnek, mert hát az üzlet az üzlet. A szomszéd szerint a testvérpár nem dolgozik, és napközben olyan alakok fordulnak meg náluk, akiket legszívesebben a legtöbben messziről elkerülnének. A megyei rendőrség kommunikációs referense hozzátette, a kapitányság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a zárt kert ingatlanokban élők biztonságára.